Két kislány gázolt el egy személyautó csütörtökön este az Avason. A gyerekeket az egyik sávban közlekedő autóbusz elengedte, ám a másik sávból érkező autós nem állt meg. A diákok csak könnyebben sérültek, idén már 5 gyalogos gázolás történt Miskolcon. Ez a kép a csütörtök esti baleset helyszínén készült. Jól látható az egyik kislány cipője és a földön heverő egészségügyi doboz. Az autóbusz a kilátó irányából érkezett a hármas ütem hajósúti megállójába. A jármű a zebra előtt lassított, hogy a gyerekeket átengedje. A mellette lévő sávban közlekedő 40 éves Mádi férfi viszont nem állt meg és elütötte a két 11 éves kislányt. Szabálysértés eljárás keretében fogjuk vizsgálni az elkövető cselekményét. Természetesen, amennyiben lehetséges, és az eset körülményeire tekintettel a törvény adta legmagasabb büntetés fogjuk neki kiszabni. Miután a két gyerek könnyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett, így a balesetet okozó autós pénzbírságra számíthat, és egy időre elbúcsúzhat jogosítványától. A KRESZ szabályainak megszegése miatt egyébként idén már több hasonló baleset történt Miskolcon. Az egyik épp egy hónappal ezelőtt. Akkor a Szentpéteri kapuban két rendőr szakközépiskolás diákot gázolt el egy autó. Egy évvel ezelőtt pedig szintén a Szentpéteri kapuban történt gyalogos gázolás, akkor az egyik diák belehalt sérüléseibe. A rendőrség az ilyen tragédiák megelőzésére folyamatos ellenőrzéseket tart a zebrák környékén, épp ilyen ellenőrzés zajlott csütörtökön is. Az idei évben 5 olyan közlekedési baleset történt, ami kijelölt gyalogátkelő helyen gyalogos elütésével zárult. Ezért szervezte a kapitányság ezeket a fokozott ellenőrzéseket, ezért hajtjuk végre, hogy a hasonló jellegű cselekményeket megelőzzük és visszaszorítsuk. A rendőrség az akciókat tovább folytatja, hogy az autósok még körültekintőbben közlekedjenek a zebrák környékén. A gyalogosoknak pedig azt tanácsolják, hogy a kijelölt átkelőhelyet mindig fokozott figyelemmel közelítsék meg. Számítani kell ugyanis arra, hogy nem minden autós adja meg a KRESZ szerint a gyalogosnak járó elsőbséget.